Üdvözlök mindenkit! Kaposfüreden vagyunk, a Kaposfüred melletti Szőlőhegyen, egy nagyon kedves barátom nyaralójánál. Innen indulunk el egy Deseda tó körüli kerékpár túrára. Túratársam ezúttal is Bubu. Nem egy nagyon komoly túra, nincsenek nagy szintemelkedések, körben kerékpárút van, van, ahol teljesen elkülönítve, van, ahol kijelölve az úttól, úgyhogy ez egy kb. 20 km kerékpározás lesz nekünk, és akkor vágjunk is bele. Most már csak azt remélem, hogy jó felé indultunk el, és hogyha leérünk ezen az úton, akkor megérkezünk a Deseda partjára. Csak vissza is találjunk. Igen, azt hiszem, hogy már látom is a vizet. Nagyon szép ez a kaposfüredi szőlőhegy. Itt a parthoz, ahogy közeledünk, ezek már igazán nem szőlőhegyi hajlékok, hanem komplett, gyönyörű nyaralók lettek a szőlőhegyi hajlékokból átalakítva. Most aztán, hogy jobbra vagy balra induljunk, úgy döntöttünk, hogy jobbra fogjuk kerülni a tavat. És majd, ha ennek az útnak a végére érünk, akkor leszünk Kaposvár felüli oldalon, ahol a duzzasztó gát is van. Remélem jó fele jöttünk. Igen. Rendcsek. Hát a Desedáról, amit lehet tudni, hogy Magyarország leghosszabb mesterséges tava, Kaposvártól északra helyezkedik el. A tó eredetileg vízkár elhárítási célokat szolgált, de mára a környező erdőkkel együtt igen jelentőssé vált a turisztikai és rekreációs szerepe is. A kerékpárosok számára is kiemelt célpont, mivel a tavat egy mintegy 14,5 km hosszúságú kerékpárút kerüli meg. Az erdőkön, hidakon átvezető, vízparton haladó útvonal elágazásainál kis táblák jelzik, merre vezet az út, úgyhogy el sem tudunk tévedni. Hoppá, úgy nézem, Bubu nem tudott ellenállni a kísértésnek. Imádja a medgyet. Egy Európai Uniós pályázat keretein belül pedig megépült a Deseda látképét jól bemutató kilátó, ami a Fekete István látogató központtól induló kiránduló hajó első megállóhelye is egyben. Megérkeztünk a kilátóhoz, most ide fel is mászunk, és szétnézzünk, megtekintjük a kilátást odaföntről. Na nézzük! Előbb keresünk egy jó kis parkolóhelyet. Azt hiszem, hogy ez a kis házikó árnyékot adó
oldalán éppen megteszi majd a kerékpárok biztonságos tárolására. És akkor még pedig elindulunk a kilátóba fel. Bubu már előre szaladt, én pedig próbálok itt kitekinteni, ahol éppen lehet. De nagyon klassz, nagyon jól van megcsinálva ez az egész. Szép a kilátás is. És menjünk még följebb. Ettől följebb már tudunk menni, úgyhogy itt szétnézünk. Néhányan úszkálnak is, hűsítik magukat, mert rettenetes a hőség. Itt egy kékkel festett rész van, ami magát az esedát próbálja ábrázolni, és mellette pedig egy ilyen vitorlás hajó, roncs, vagy szerűség van. Minden esetre a tájképi kitekintés az tökéletes. Végig a parton, ahogy jöttünk, de még továbbra is úgy nézem, rengetegen vannak, sok sátor, van ahol 2-3 egymás mellett autókkal, ami azért nem meglepő, mert éppen egy horgászverseny zajlik. És hát, mivel a Desed a kiváló horgászvíz, ezért sokan eljöttek biztosan távoli helyekről is. Pedig robogunk tovább, hát néha van egy kis kaptató, aztán egy kis gurulás lefelé. Minden esetre nagyon szép, nagyon szépen ki van építve, úgyhogy nekem tetszik. Szemből a Fekete István látogató központból éppen elindult egy hajó, és ezen a részen van egy nagy-nagy Desed a felirat a tó mellett, és van egy hasonló, ugyanilyen, a szemközti oldalon is. Haladunk, most már nem sokára a gáthoz fogunk érni. Ott pedig körülnézek, mert olvastam valahol, hogy volt ott egy kemping, aztán kíváncsi vagyok rá nagyon, hogy üzemel-e még, vagy mi történik vele. Van itt egy kis befolyó, és egy nagyon szép csónak kikötő. És nem sokára a gáthoz érünk.
igen, itt megyünk el balra, és ez már a duzzasztó gáton történik, mellettünk az út, és nem sokára majd el kell, hogy menjünk megint észak felé, de előtte még megkeressük azt a kempinget, amit én szeretnék megnézni, betekinteni, hogy egyáltalán van-e, működik-e, és hogy milyen. No, hát megvan a kemping, desed a panzió és kemping, nagyon szép. Most ide belesünk, és hát úgy nézem, hogy hatalmas tömeg kempingezés téren nincsen. Van itt panzió is, vannak ilyen apartman részek, pár autó van itt a parkolóban, de maga a kemping, ez a füves plac, úgy nézem, hogy egyetlen sátoros és egyetlen lakóautós vendég van, akik kempingeznek. Úgyhogy igazán nincs tömeg, ami persze nem is baj. Elhagytuk a strandot, nagyon klassz, nagyon szép, elég sokan is voltak, ezért éppen ott nem filmeztem, de tudni kell, hogy szabad strand, ingyenes, büfésor van, WC, zuhanyozó, tehát teljes komfort azoknak, akiket ez érint vagy érdekel. Most már a Fekete István látogató központnál járunk, ami azt jelenti, hogy a Deseda tó és környéke helyi jelentőségű védett természeti terület, amely változatos élővilágnak ad otthont. Ezeket mutatja be a látogató központ a földszinten és a galériában elhelyezett békalencse, vízipásztor és a fakopács című kiállításban. A környék jellegzetes állat, növényvilágát, gombafajtáit vitrinekben mutatják be, és egy hatalmas akváriumban a Deseda tavi halakat lehet megtekinteni. Az előbb elment itt egy néni, mondta a párjának, hogy hú, de hatalmas nagy gólya. Hát szerintem nem ornitológus volt. Na mindegy.
lights up my face. Fascinating.